Az első blogunkkal, ahogy ígértem. Ez még eléggé amatőr, és valószínűleg amatőr is marad. Viszont úgy döntöttem, hogy nem egyedül fogom ezt az egészet csinálni, hanem kette, mégpedig Fecó barátommal, aki a fényképezésben egy kicsivel tovább tart, mint én. Viszont pont az, amit mondtatok, hogy tök jók a képek, tök jók a színek, és a többi, és a többi. Megpróbálunk nem szakmaian beszélgetni a dolgokról, hanem ugye a hétköznapi dolgokról, legalábbis remélem. És megpróbálunk. Arra gondoltam, hogy egyszer tegyük tisztába azt, hogy mi az, ami igazából a telefonos fotózás és videózás, a másik pedig a rendes kamerás, a komolyabb történet. Úgyhogy bele is kezdhetnék. Hát először is én bemutatkoznak, aki nem tudja, hogy Nagy Bertalan vagyok egyébként. 2 éve csinálom a videózást. Igazából pár hónapja megismerkedtem Fecó barátommal, és akkor úgy döntöttünk, hogy jó, akkor fotózzunk együtt. És végül is aztán meg is maradt ez a jó kapcsolat, hogy rengeteg mindent tanulunk egymástól. Igazából én úgy gondolom, hogy látásmódot leginkább. Úgyhogy Fecó, te a tradicionális módra vagy inkább ráva szerintem? Igen, én a tradíciókat próbálom követni. Legfőképpen az egyediséget, ami én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy mindenki találja meg a saját világát, a saját látásmódját. És az egyfajta egyediség, ami különleges az egészben, hogyha ez úgy az adott illetőnek, embernek megmarad, és ezt próbálja minél különlegesebben csinálni, akkor az egy jó dolog. Hát igazából összességében egyébként való igaz, hogy ezt kezdtük el mi csinálni, és ez volt a tök jó abban, hogy mindenkinek más látásmódja volt, nekem is, neked is egyébként. Tök jó volt. Igen, így, de valahol azt gondolom, hogy megtalálkoznak, tehát hogy... Egy idő után biztos, az egyértelmű. Nem tudom, én igazából nagyjából elmondtam nagyon-nagyon röviden, hogy én hogyan indítottam a pályámat. Gondolom neked is azért megvan az, hogy miért indult el, vagy mi volt az első dolog, ami elindította azt, hogy te fényképezni akarj. Hát őszinte leszek, kicsit régebbre kell visszanyúlni, mert hála Istennek mindig olyan emberekkel voltam körülvéve, akiknek ekkora nagy objektív lógott a nyakukba, és én nem tudom miért, de valamiért elkezdtem érdeklődni, és oda mentem ezekhez az emberekhez, akiknek fényképezőgép lógott a nyakukba, hát hogy hadd próbáljam ki egy pár felvétel erejéig, és hát nagyon sokan azt mondták, hogy természetesen nyugodtan használja, és hát valahogyan rákaptam ennek a fotózásnak az izére, és hát mai napig tart a szerelem, ez már csak ilyen, szóval 12-13 éves lehettem talán, amikor ez az egész vonzalom, érdeklődés elindult a fotózás iránt, hát aztán elég nagyra nőtte már ki magát az elmúlt évek során, és hát azóta is próbálkozok hobbi szinten csak magam kedvére fotózgatni. Ami viszont a téma, és a mai napra arra gondoltam én személy szerint, hogy mi a kettő dolog, amiről beszélgessünk. Az egyik az, hogy az mennyire fontos az utómunkázás, és mennyire fontos az, hogy ott helyben legyél fejben. Nyilván ebben azért van köztünk egyfajta eltérés. Mindig is volt, te jobban voltál annak a híve, hogy igen, a helyszínen legyen nagyon jó, én meg az utómunkában voltam mindig ráva. Viszont ami fontosabb kérdés, és szerintem sokakat érdekel az, hogy miben különbözik a telefon és a videó közötti fotózás vagy videózás. A videózásról én tudnék többet mondani, de talán a fotózásban te tudsz jobb tanácsokat adni abban, hogy kvázi beszélgetünk arról, hogy azért most van egy ekkora szenzor egy fényképezőgépben, a telefonban meg van 3 darab, ilyen nagyon pici. Nyilván ilyen objektíveket és gépeket nem lehet helyettesíteni vele, de hogy mégis
vajon mivel lehet kicsit közelebb jutni ahhoz, hogy egy telefonnal jó fotóz? Tehát én azt gondolom, hogy most már manapság 2019-et írunk, most már nagyon-nagyon komoly előrelépések vannak a telefonoknak a fotózási képességeiben. Én azt gondolom, hogy a fizikát nem lehet meghazudtolni. Tehát nem mindegy, hogyha ekkora lencsén megy be a fény, vagy ilyen pici lencsén megy be a fény, illetve ez mekkora érzékelőre vetül rá. Én azt gondolom, ezeket nem lehet meghazudtolni, sőt becsapni sem. De én azt gondolom, hogy most már azt az időket tapossuk, hogy barom jó felvételeket is el lehet érni telefonnal. Persze tudni kell ezt is használni, tehát hogy nem minden automatán. Én azt gondolom, itt is fontos, fontos az, hogy tudatosan fényképezünk. Ne csak vaktában, mert akkor értelmetlen a dolog, azt gondolom. Abszolút így van, abszolút. Én is így gondolom, és pont ez a lényeg, pont ez az, ami miatt érdekes az egész, hogy tudjunk különbséget tenni a között, hogy mi az, ami a telefonnal készült. Ugye most már szimulálják kvázi a mélységélességet, de azért valljuk be őszintén, mondjuk, hogy ezeket az objektíveket nem nagyon lehet meghazudtolni, hiszen az azért itt jóval nagyobb történetekről van szó, mint ami a telefonban van, meg hát 1-2 mm nem tud helyettesíteni egy ekkora valamit, ami legyen mondjuk 14-15 centis nagyjából. Igen, szóval, de én azt gondolom, hogy telefonnal is nagyon parádés képeket lehet készíteni, és ez a fontos, én azt gondolom, hogy valahol én azt gondolom, hogy az alapokat nagyon, nagyon jól meg lehet tanulni telefonnal is. Itt például a gyakorlati része szeretnék egy kicsit kitérni, mit fotózzunk, hogyan fotózzunk. Én azt gondolom, hogy a komponálási dolgokon, tehát hogy valahol nekem az alapok azok ott kezdődnek, hogy a komponálás, illetve az odafigyelés, a koncentráció, hogy nem egyből lenyomom a gombot, hanem megfigyelem, összerakom fejbe, megpróbálom elképzelni, és akkor lenyomom a gombot a telefonon. Én azt gondolom, hogy ha valaki ügyes, akkor telefonnal is tud valami egészen elképesztő dolgot mutatni. A videó oldalára azért ahhoz hozzászólnék, hogy a telefon sose tudja helyettesíteni a rendes kamerát, ugye amiről beszéltünk, hogy mélységélességet soha nem lehet, és videóban rá, de most már fényképben igen, de azért valljuk be őszintén, ott az éleknél látnában itt a hónaj környékén, meg a hajnál szokott látszani, igen, hogy ott azért a digitálisan lett az megmanipulálva. És én ez az, ami miatt azt mondom, hogy nem lehet összehasonlítani a telefont, meg egy fényképezőgépet, mert nem ugyanazt adja. Hát nyilván, igen, videó, tehát először is teszem föl, elkészítjük a fotókat egy telefonnal, és ugye én már akarom nagyítani, és azon csodálkozunk, hát, hogy úristen, hát iPhone 10 van, 24 megapixel, és elkezdem nagyítani, és szétesik a kép, de hát 24 megapixelem van. Akkor hogy esik? Szóval, hogy igen, itt jönnek a hátrányok, hogy szép felvételeket lehet telefonnal ma már csinálni, viszont nagyításnál azért előjönnek a problémák, hogy hoppá. Én arra leszek egyébként nagyon kíváncsi, most az iPhone 11-en a legújabban, ugye most bevezették, hogy végre lett harmadik kamera, ami egyébként valljuk be őszintén, hogy Huawei és a Huawei után mennek, a Samsung után mennek, mert már megcsinálták alapon. Követik egymással. Az a, hogy az iPhone követi ez most már, ilyen, és nem fordítva. Ez egy ilyen macskaegér játék, hogy a különböző cégek harcolnak egymásért, az egyik kitalálja a retina szkennert, utána a másik, ahogy bejött az mi ez az arcra fókuszál? Ja, arcfelismerés, igen. Arcfelismerés, már mindegyik gyártó beletette. Szóval, hogy
Igen. Na igen, de kamerák terén ugye az iPhone most nagyon lemaradt, ugye. Meg volt az a két kamera csókolom, más telefonokban már benne volt a három. És amit ugye most így olvastam róla egyelőre, nyilván nem volt meg a kezemben, nem is próbálhattam ki, hogy akkor lesz most egy ultra nagy látószög, kvázi halszem jellegű valami, lesz egy nagy látó igazából, mint amilyen a kamera, és lesz egy teleobjektív. Na most én azon vagyok meglepődve, hogy teleobjektív, de hogy a teleobjektív mitől lesz olyan, egyelőre nem néztem utána, megmondom őszintén, azért egy teleobjektív az ennél nagyobb, kvázi. És azért ezt a méretet abba a picibe beletuszkolni, én azt gondolom, hogy szerintem az egy hülyeség. Vagyis nem is az, hogy hülyeség, mert biztos lehet vele eredményt elérni, csak nem értem egyáltalán, hogy ez, hogy a... Tehát a képminőséget mennyire fogja rontani az, hogy mondjuk belenagyít, mert kvázi gondolom belenagyít, vagy a szenzor lencse. Optikai zoom, ugye igen, több lencset abból fogják ezeket a nagyító elemeket összetenni, de én azt gondolom, hogy itt jön megint a paraszt vakítás, tehát hogyha egy megfelelő ügy érdekében egy jó marketinggel bármit el lehet adni, és az a igazság, hogy tehát hogy ez a manapság is a közhiedelemben van, hogy a megapixel háború, ugye. Hát a számomra ez megint egy olyan dolog, hogy igen, mi a lótúrónak beletenni egy telefonba 50 megapixelt, tök értelmetlen. De én azt gondolom, hogy hát egy minimum szerintem azért a 10-12 megapixel, ami... Jó, 10-12 rendben van, de... Ami már úgy lehet dolgozgatni, de... Nem ekkora szenzoron, ez mindig ez, ez a megjegyzésem. Igen, erre. Szóval, hogy megint odajuk adunk ki, hogy... Egyébként van ebben valami abszolút, de csak... Én tényleg úgy voltam vele, amikor megnéztem, és láttam, hogy három kamerát bele, hú, de örülünk neki, csak nem értettem, hogy mi az teleobjektív, mert ez egy fasság, szerintem. Viszont, ami nagyon jó dolog, és amit nagyon-nagyon szeretek, és a kamerákban tök máshogy lehet megvalósítani, sokkal nehezebben, az a HDR, a nagy dinamika tartomány, hogy a telefonokban az már megvan, tehát lenyomod a gombot, kváltat csinál most, három képet össze, most csak készen vagyunk. De ugye fényképezőnél ez tök más, mert neked ezt kézzel kell igazából megcsinálnod. Mechanikus beállítás minden egyes képnél, máshogyan kell a exkompenzációt beállítani. Igen, ez amikor már nem arról beszélünk, hogy az automata üzemmód majd az megold mindent, hanem akkor el kell gondolkozni a fotósnak, vagy aki a kamera mögött áll, hogy most akkor mit, hogyan, mihez, mit állítsak, tehát mekkora érzékenységet, mekkora rekeszhez mennyi záridőt állítsak. Igen, itt kell gondolkozni, hogy most akkor vajon, ha erre állítom, akkor jó lesz-e, vagy nem lesz jó. A mélység, élesség, növelés. Nem mindegy, hogy F2-es rekeszt használok, vagy F6,3-at. És akkor itt is azért az illetőnek tudnia kellene, hogy most akkor milyen hatást akarok elérni. Szóval nem véletlenül mondtam, hogy az a tudatosság, az odafigyelés, az előre gondolkodás. Tehát én azt gondolom, egy fotósnak meg kell tudni előre látni. Mi azt gondolom, nem egy teljesen tulajdonság. Igen, bár mondjuk én az utómunkában sokszor látom azt, hogy valami még utólag feljavítható, legalábbis én ezt tapasztaltam magamon is, hogy készítettem egy olyan képet, ami úgy közepesen jó volt, vagy hárvedig jó volt, és akkor csináltam belőle egy tök frankó képet az utómunkával. Úgyhogy én azt látom egyébként, hogy, és a telefon, érdekes egyébként, hogy a telefonokra is rengeteg alkalmazás már. Tehát ezek a, akár a Lightroom-ot már telefonra lehet telepíteni. Ez egyrészt jó dolog, másrésztről nem, mert a számítógépesen teljesen máshogy lehet hozzányúlni a dolgokhoz, mint telefon. Úgyhogy azok a funkciók teljes mértékben csak
csak jóval kényelmetlenebbül. Úgyhogy ha úton van valaki és gyorsan akar egy képet megszerkeszteni, akkor annak tök jó, meg van egy halomféle filter. Egyébként az Instagram vezette be ugye a filter dolgot, ami ugye nem filter valójában, mert te színezed a képet. Tehát color grading és nem filterezésről van szó, szóval a filter tök más. Hát más, hogy van eladva. Igen, de igazából ugyanarról beszélünk, bár az Instagramnak egyébként megfigyeltem, hogy ezek a filterjei szinte ugyanazokat a színezeteket adják vissza. Nem nagyon nyúlnak bele igazából a fényképnek a rendes színeibe. Még amíg az utómunkában viszont azt tapasztaltam, hogy amikor így leültem és körül nézem, hogy király, rányomok az egyikre, hogy bazd meg, kurva jól néz ki. Hogy ebben különbözik azt szerintem az, hogy szoftveresen, vagy nem szoftveresen, hanem telefonról nyúlsz hozzá egy képhez. Nyilván, ha utón vagy, akkor nem tudsz annyira leülni géphez, ez teljes mértékben így van, de úgyhogy ez a másik olyan történet, ami mindig egy nagy kérdés, hogy mi a fontosabb, akkor fényképezni jól, vagy egy közepesen jó képet föl tudsz javítani olyanra, amire azt mondja az ember, hogy tök jó. Persze, nyilván nem minden esetben lehet ezt megcsinálni, de ha elkapsz egy olyan pillanatot, talán akkor működik. Én azt gondolom, hogy nem egyszerű az arany középutat sokszor megtalálni. De minden másban is. De ha erre törekedünk, akkor azt gondolom, hogy roppant jó dolgok tudnak olykor kisülni. Szóval, hogy igen. Így van. Én igazából annyit akartam még elmondani, ezt majd gyakorlatban majd meg fogom mutatni majd a következő videóra, mert úgy döntöttem, hogy ez legyen egy bevezető, és akkor így megismerkedünk, hogy mi a helyzet. És fogunk majd menni nyilvánvalóan majd a fotózásra is készülnek majd videók, így menet közben beszélgettünk, stb. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy ebben a videóban nagyjából ennyit akarnék belegyűrközni, hogy arról beszélgetni, hogy egyáltalán hogyan induljunk neki, és ezért is adtam a címet egyébként a videónak, hogy minden kezdet nehéz. Szerintem ez találó erre az egész történetre. Igen, is ugyanígy. Rómát se egy nap alatt építették. Nem is három. Nem is három, szóval én azt gondolom, ha valakit érdekel a képalkotás, akár telefonnal, akár fényképezőgéppel, akkor az nézzen minket és kövessen. Így van, úgyhogy a következő adásban meg fogjuk mutatni majd, hogy gyakorlatban mit szoktunk csinálni akár a képekkel. Én az utómunkát meg fogom mutatni, mert sokan kértétek, hogy meséljen már el, hogy a francba csinálom azokat a képeket, amiket csinálok. Ez csak a színezés, amiről beszélgettünk itt az Instagram környékén, de azért ez egy jóval összetettebb történet, és remélem, hogy a következő alkalommal már még érdekesebbé tudjuk tenni majd az adást, úgyhogy szerintem ennyi lenne így első körben egy kötetlen beszélgetés keretein belül. Így van. Jó van. Hát akkor köszönöm szépen, és nézzetek minket. Sziasztok!